Sziasztok! Elmúlt december eleje, úgyhogy nagyon is itt van az ideje egy DM-hol videónak. Itt van mellettem egy szatyor, tele mindenféle dologgal, teljesen random fogom kiszedni belőle a dolgokat, és most láttam kamerán keresztül, hogy úgy néz ki, mintha pizsamában lennék. Nem, ez egy ruha, ez pedig egy kardigán rajta. Elég pizsamás benyomás kellett így kamerán keresztül, de mindegy. És akkor vágjunk is bele. Van itt egy pár darab termék, amit a legutóbbi DM-hol során elfelejtettem megmutatni, úgyhogy most betettem őket ebbe a videóba. Méghozzá újra vettem a Bolea bőrkeményedés eltávolító kis zokniait, méghozzá kettőt is vettem belőle, mert hogy nagyon sokáig ez nem volt kapható, tényleg annyira elkapkodták, és először úgy volt, hogy ez egy limitált kiadás lesz, viszont hogyha jól tudom, akkor most már behozták állandó termékként a DM polcaira, aminek nagyon-nagyon örülök. Nekem nagyon bevált ez a zokni, ugye ezt fenn kell hagyni a lábon egy fél óráig, minden esetre olvassátok le, olvassátok el a termék útmutatóját, mert szerintem fontos egy ilyen termék esetén ezeket betartani. És a lényege, hogy kb. Egy olyan 1-7-10 nap múlva elkezd lehámlani a legfelső elhalt bőrréteg a lábfejetekről és a talpatokról. Nekem nagyon-nagyon durva eredményt hozott, úgyhogy azért is vettem belőle kettőt, hogy biztos, hogy legyen itthon. Jó, van itt egy pár olyan termék, amit nem a DM-ben vettem, hanem az egyik ilyen nagy bevásárló áruházban, a Reálban, hogyha ez így mond bárkinek is bármit. Viszont mégis beteszem ide, mert hogy ezek ilyen szépségápolási termékek. A Mixa márkától, amit már erősen elhasznált Martin, egy tusfürdőt vettem újra, amit sajnos nagyon úgy néz ki, hogy a DM polcairól mégiscsak kivontak, mert hogy most nem találkoztam vele. Minden esetre ez egy nagyon száraz bőrre való Allantoint, így mondják ezt magyarul? Na mindegy, hogy Allantoint is tartalmazó tusfürdő, aminek hasonló illata van, mint a rózsaszín kupakos, mi általunk annyira kedvelt változatnak, úgyhogy ezt megvettük Martinnak. Valamint vettem magamnak egy sampont szintén a Reálban, az Ószi márkától. Itt voltak a barátnőim, és az egyik barátnőm kis mini Ószi samponját használtam el, ami meghozta a kedvemet, hogy kipróbáljak a márkától más samponokat is. Ez egy volument adó sampon, aminek nagyon-nagyon kellemes illata van. Igen, majd kielemzem részletesebben DM-hol kiértékelős videóban. Aztán a DM-ben már a Mixa Spray Desodort sem lehet kapni, ezt is a Reálban láttam meg, és nagyon megörültem, neki vettem is belőle egyet. A többi pedig azt hiszem, hogy már mostani szerzemény. Amikor itt voltak a barátnőim, elhasználták a vattakorongjaimat, úgyhogy újra vettem az Evelyntől ezeket a nagyobbakat. Vattakorongot én alszisztításhoz már egyáltalán nem használok, meg kb. Semmi máshoz, csak körömlak eltávolításához, úgyhogy ez szerintem nekem nagyon-nagyon sokáig elég lesz. Tisztasági betét, mert hogy ez is kell. Illetve vettem teljesen össze-vissza, húzom ki majd a dolgokat, lesz itt élelmiszer, smink, meg minden vegyesen. Vettem Martinnak egy új testápolót, méghozzá most a Zebamed márkától, ami 10% ureát tartalmaz. Ezt már többször említettem nektek, hogy ő egy olyan gyógyszert szed az aknéjára, ami nagyon-nagyon szárazzá teszi a bőrét, úgyhogy valamilyen nagyon tápláló testápolót kell használnia. Nagyon remélem, hogy ez beválik neki, eddig a Mixától is használt, ami szintén bevált neki, de megunta a végére. Most a Neutrogénától használ egyet, aminek még van egy kevés az alján. Azt is szereti, viszont azt is unja. Kb. Olyan ez, mint nálam, hogy én is egy-egy ilyen terméket megunok addigra, mire elhasználok egy flakonnal, és szeretek valami új kipróbálni, úgyhogy ez lesz most neki majd a következő. Aztán újra vettem a kis sminkes asztalomra a Baby Love Baba Popsi törlőkendőjét. Egyszerűen nekem túlságosan hiányzott ahhoz, hogy ezt is nélkülözzem. Ezért vettem újra, és van itt egy újdonság az Ébelintől, méghozzá egy ilyen mini masszázs roló, hogyha lehet ezt így mondani, és itt van amúgy, hogy lehet a talp alatt így görgetni, úgy masszírozni a saját talpunkat, lehet ugye itt a lábszár alatt is görgetni, úgy masszírozni az alkar alatt, úgyhogy ezzel elvileg saját magunkat tudjuk masszírozni. Én kifejezetten a talpaimhoz vettem. Azért nem vettem rögtön kettőt belőle, mert először szerettem volna kipróbálni, hogy mégis mennyire jó, mennyire strapabíró, és utána, hogyha meg vagyok vele elégedve, akkor fogok venni belőle még egyet, hogy mind a két talpocskámat egyidejűleg tudja majd vele masszírozni. Amúgy szerintem tök jó pofa, hogy lehet ilyen dolgot kapni a DM-ben, jó a színe, és nem is olyan drága, 5 euróba kerül. Megnéztem gyorsan interneten, hogy nem-e kapnék például Amazonon olcsóbban hasonló terméket, és nem, úgyhogy ezért is vettem meg ott a DM-ben. Van itt háztartás, nem is, itt van éppen egy macskakaja, úgyhogy akkor kiveszem ezt. A Purinának van most egy új vonala,
És abból vettem a macskáknak ilyen konzerves változatot, ebből kettőt, majd biztos előkerül a másik is, illetve van ennek száraz tápja is, amit már próbáltak is a macskáink, és én eddig is Purina One száraz tápot adtam nekik, viszont ez elvileg még jobb, ez is ugye a Purinához tartozik, csak ahogy mondtam, egy újabb vonala, újabb kiadása, és nagyon oda van érte mind a két macskánk, mind a ketten nagyon szeretik, és nagyon szívesen elrácsálják száraz kajaként. Ebből nem is egyet vettem, hanem rögtön kettőt, mert hogy egy ilyen zacskó a két macskának, hát nem tudom, egy hétre sem elég. Aztán van itt egy ilyen mosogató kefe. Nagyon-nagyon keresek jó mosogató szivacsot, olyat, ami egyrészt nagyon-nagyon jó, másrészt környezetbarát is. Nem igazán találok ilyet, lufa szivacsokat keresnék, viszont online találtam, ahonnan rendelhetnék, de egyszerűen túlságosan drágának tartom ahhoz, hogy megérje megrendelnem. Úgyhogy úgy voltam el, hogy kipróbálom ezt, mert hogy talán valamivel mégiscsak környezetbarátabb, mint a sima mosogató szivacsok, de hogyha van jó ötletetek, akkor osszátok meg velem, és remélhetőleg olyat ajánljatok, amit itt Németországban is be tudok szerezni. Aztán a szokásos kis zab tejszín alternatívát is újra vettem, én most már csak és kizárólag ezt használom. Néha veszek még szóját, illetve rizs tejszínt is, de nekem ez a zab tejszín a kedvencem. És van itt a Profissimo-tól ilyen kis szivacs, ami rajta is van, hogy 100%-ig lebomlik biológiailag, és én ezt a fürdőszoba takarításához használom. Nagyon-nagyon szeretem, többször újra vettem már, és biztos, hogy ezután is újra fogom majd venni. Mosogatáshoz nem próbáltam ezt a fajtát is, nem is tartom annyira ideálisnak hozzá, hogy kipróbáljam. Az egyik előző videómnál, igen, az előző DM-hol videóban vettem a DM Bio-tól ilyen kis port, amit folyadékkal összekeverve lehet használni, és ilyen kis zöldség, zappehely, pogácsákat, fasírtokat lehet belőle készíteni. Akkor, amikor beszéltem ennek a terméknek a kiértékelős videóban arról, hogy számomra egy kicsit fűszer szegény volt, akkor ajánlotta valaki, hogy próbáljam ki ezt a falafeles változatot. Mindig nagyon örülök, hogyha hasznos tippeket kapok tőletek, és valamikor meg is fogadom őket, úgyhogy meg is vettem, nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mennyire fog ízleni nekünk. Igen, szintén DM Bio, vegetáriánus mini Wiener virsli, ami nem csak vegetáriánus, hanem teljesen vegán is. Én ilyen virslit szejtámból szoktam venni, ez viszont szójából van, igen, tofuból van nagy része, és igen, ilyet még nem ettünk, úgyhogy erre is kíváncsi leszek, egy főzelék mellé ez egy tökéletes feltét nálunk például. Szintén a macskák kaptak a Purina One-tól ilyen alutasakos eledelt, ebből kettőt. Jó dolga van a macskáknak nálunk. Menjünk tovább. Igen, megtaláltam a másik macska konzervet, azt nem mutatom meg. Van itt még emberi fogyasztásra alkalmas dolog is. Méghozzá a DM Bio-tól amúgy annyira durva, hogy elmegy az ember egy drogériába bevásárolni, és hát majdnem a termékek egyharmada élelmiszer, amit vásárolok, folyamatosan bővül a kínálatuk, amit nagyon-nagyon szeretek, hogy bio dolgokat árulnak, és egyre több és több vegetáriánus, illetve vegán termék is helyet kap a polcokon, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Úgyhogy most vettem kettő darab ilyen szószt, hogy úgy mondjam. Az egyik az egy indiai curry szósz, amit én úgy tervezem, hogy majd ilyen tésztát fűzök, egy kis zöldséget megpirítok olajon, és ahhoz fogom ezt így hozzáadni. Illetve vettem egy ilyen thai curry szószt, ami kb. Ugyanígy tervezek elkészíteni, esetleg majd rákot teszem még hozzá, meg rizst főzök tészta helyett. Ezek hétköznapokra nekem nagy segítség, amikor nem kell túl sokat gondolkozni azon, hogy mit főzzek, amikor van még esetleg valami dolgom munka után, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon kevés az az idő, amit a főzésre szeretnék, illetve tudok szánni, akkor én nagyon szeretek ilyen egyszerűbb dolgokat használni, amik mégis finomak és nem annyira egészségtelenek. Van itt még élelmiszerből egy tejber is, mert ez éppen elfogyott, és úgyis újra szerettem volna venni, és ahogyha már a DM-ről úgyis kapható ilyen tejber is, akkor miért ne vegyem meg ott.
A macskák kaptak megint ilyen kis párnácskákat, amiben macskamenta van, ezt nagyon szokták szeretni, már volt nekik régebben is ilyen, viszont az teljesen szét lett cincálva, úgyhogy most megérett egy újnak a vásárlása. Az Invisibubble, én nagyon-nagyon szeretem, most is ott van a hajamban már, amennyire látszik, előrukkolt egy ilyen... Hát tudjátok, ez a 90-es évekbeli hajgumi, amiket én nagyon-nagyon szeretek. Én a Primarkban vettem eddig ilyet, viszont megláttam, Instagramon láttam meg, azt hiszem hirdetésben, hogy ettől a márkától is kapható most már ilyen hajgumi. Méghozzá nagyon-nagyon cukor rózsaszínben, úgyhogy nem tudtam neki ellenállni. Jó, oké, van még itt egy pár háztartási termék, méghozzá az Ecover öblítőt vettem újra, viszont most egy új illatban. Ami nem is néztem meg, hogy milyen illat ez tulajdonképpen, és most így nem is látom rajtam. Ja, de itt van rajta, hogy almavirág és mandula illatú a termék. Nagyon-nagyon jó illata van. Most nekem a narancssárga van meg, ami nem jut eszembe, hogy milyen illatú, de azt is nagyon-nagyon szeretem, nagyon kellemes illata van. A ruhákon nagyon szolidan, mégis kellemesen megmarad. Úgyhogy maradéktalanul elégedett vagyok ezzel az öblítővel. Az Ecovertől amúgy szívesen kipróbálnék háztartási takarítószereket és mosószert is, viszont azoktól egy kicsit tartok, mert megszagíztam őket a DM-ben, már ami ott kapható, és az illatuk annyira nem tetszett. De lehet, hogy ezt majd így legyőzöm magamban is, mégiscsak kipróbálom, mert egyre fontosabb számomra az, hogy milyen termékeket használok így a háztartásban is. Aztán DM, megint csak egy kaja, méghozzá tonhal, ami Fairtrade és nachhaltige halászat, annak nem is tudom, hogy magyarul hogy nevezik ezt. Mindegy, a lényeg, hogy mi ugye húst nem eszünk, de halat is, ilyen tengeri herkentyűket igen. Tonhalat is szoktunk enni, és szeretek olyan tonhalat venni, ami a saját levében van eltéve, ez egyrészt olyan, illetve ami Fairtrade és ilyen... ahogy óvják a delfineket például halászat közben, tényleg nem tudom, hogy nevezik ezt így magyarul, de a lényege az, hogy óvják így az élőlényeket, a tengeri élőlényeket a halászat során. Jó, mi van még itt? Van még itt azért egy pár dolog. Az Ebelinnek ezt a bio papír fültisztító pálcikáját vettem újra, ami ugye teljesen lebomlik, úgyhogy ez is környezetbarát szerencsére. Valamint, hát ez nem környezetbarát, de nagyon szeretjük a Fibriznek ez a Lenor illatú illatosítója. Ebből vettem egyet. A Frost márkától vettem újra kettő darab tisztítószert, méghozzá a grapefruitos konyhai tisztítószert, amit imádok. És vajon mi lehet a másik, amit újra vettem a Frosttól? A levendulás tisztítószer, amit amúgy nagyon-nagyon sokan írtátok, hogy újra vettétek az én ajánlásomra, és nagyon elégedettek vagytok vele, úgyhogy kedves Frost! Nagyon szívesen kipróbálnám más termékeiteket is, hogyha esetleg szeretnétek együttműködni velem, akkor megtaláltok. Na persze, álmodozni lehet. Említettem nektek egy pár DM haul videóval ezelőtt, hogy lehet kapni a Tigi márkát a DM-ben. Na már most szerintem eddig lehetett, mert hogy a termékeik kiárusítás alá kerültek. Szerintem túlságosan drágák voltak így drogériához képest. A száraz sampont azt megvettem teljesen áron is, viszont most így le volt értékelve. Nem mondom, hogy annyira elájultam tőle, viszont egy egész jó terméknek tartom, és úgy voltam el, hogy oké, akkor most így az ár feléért vegyünk belőle még egyet így elbúcsúztatva a márkát. Van még itt a Balea Med ultraérzékeny lemosó gélje, amit én sminklemosás második fázisához használok még mindig, és töretlenül elégedett vagyok vele, mert tényleg nagyon-nagyon kíméletes a bőrhöz. Van itt egy Colgate, tudom, hogy ezt Colgate-nek mondják otthon, itt Colgate-nek, és már én is ráálltam erre. Mindegy, ez egy fogkrém Martinnak. Oké. Van itt egy Zebamed korpásodás elleni sampon nekem, mert hogy egy kicsit visszajött a korpám, és ez is bevált erre a problémára. És mi van még? Van itt még egy Fibriz autóillatosító, amit ugye az autómba vettem, és csodájára, képzeljétek el, mert van még itt valami, igen. Van itt kettő darab sminktermék, meg egy körömnak is, hogyha nagy nehezen kihalászom amúgy a szatyorból. A körömnak az megint eszi, szerintem már ez sem újdonság, hogy szinte mindig eszi lakot veszek. Méghozzá egy nagyon-nagyon szép, inkább őszi eszín, amit szintén az előző hónapban vettem, csak elfelejtettem megmutatni.
Minden esetre ez egy limitált kiadás, de hogyha még valahol megtaláljátok, akkor ez a Say It Ain't Soho névre hallgató csodaszép szín. És kettő darab sminktermék is itt van. Az egyik az a Catrice Prime and Fine, Fine vonalból egy ilyen smink fixáló spré, ami azt ígéri, hogy tényleg hosszantartóvá teszi a sminket, és hogy ez nem ír mattító hatást, mert hogy a DM-ben két változata volt ennek, és az egyik mattított, a másik pedig ezt a hosszantartó hatást ígérte. Ha jól tudom, akkor a Catrice-nak most már van a Müllerben, ahol nagyobb állvánnyal rendelkezik a márka, olyan sminkfixáló spréje is, ami pedig ezt a fényes hatást kölcsönzi az arcnak. Hát annak még jobban örültem volna, de erről is nagyon-nagyon sok jót hallottam, úgyhogy úgy voltam elő, hogy oké, egy próbát megér. Már csak azért is, mert elég sok ilyen sminkfixálót elhasználtam mostanában. És szintén az egyik legutóbbi videóm alatt ajánlotta valaki a BH Cosmetics-től, ami most már a DM-ben állványt kapott, úgyhogy állandóan kapható a márka, szemöldök ceruzát, úgyhogy kiválasztottam a brunett árnyalatot, igen, a brunett árnyalatot választottam ki, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, köszönöm szépen annak, aki ajánlotta ezt is, illetve valamit még ajánlott valaki. Az előbb mondtam, de már el is felejtettem. Mindegy, köszönöm szépen az ajánlásaitokat, tényleg nagyon-nagyon szoktam örülni neki, hogyha valami hasznosat találok így általatok. Oké, ezeket a dolgokat vettem a DM-ben. Amúgy, hogyha hallottatok bármiféle kis ropogást a háttérben, akkor megmutatom óvatosan, akkor ez egy Aurora Candle volt, mert hogy ezek ugye ilyen fakanócos gyertyák, amiknek ilyen csodálatos kis kandallót idéző hangja van. Mindegy, csak gondoltam, hogy magyarázatot adok a hangra, ha a videóban egyáltalán átjött. Igen, ez volt a mostani DM-hol. Írjátok meg nyugodtan kommentárban, hogy miről legyen mindenféleképpen szó a kiértékelős videóban, és azt is, hogy ti mit vettetek mostanában, milyen újdonságok kaphatóak nálatok a DM-ben. Találkozunk legközelebb, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!